Puszi Pasi mindenkinek, üdvözlet innen az MD-teremből. Nem is szaporítanám a szót, kapásból csapjunk bele a kövi online táncórába. Na, első 8-as úgy fog kinézni, csak a lábból lesz a hangsúly, majd jobbal kezdjük keresztbe előre, és mindig szintezünk hozzá. Figyelj, tehát lépek keresztbe jobban, jövök le, zárom be, vissza, jövök fel. Aztán lépek balval vissza, jobbra, zárok vissza, utána lépek ki jobban, jövök megint le. Zárok hozzá, ballal jövök fel, nyitok megint ballal lent, és zárok vissza, páf. Egyelőre csak ennyi, tehát számolás, ez úgy lesz majd, hogy egy, és két, és há, és mi, és. Oksa, szóval. Még egyszer, még viszonylag lassan, mondom a lépést, 6, 7, 8, és jobb, és bal, és jobb, bal, bal, bal. Oksa, mindig csak ennyi van, hogy jobban lépek, ballal lépek, jobban, ballal, ballal, ballal. És mindig figyelni kell arra, hogy hogy van a testet, nem hangsúlyban csinálod. És jó? Nézzük csak ezt a pályán hangból. Szóval, 5, 6, 7, és 1, és 2, és 3, és 4, és. Ugyanígy még kétszer, 6, 7, 8, és lent, fent, lent, fent, lent, fent, lent, fent. Kucsó, 6, 7, 8, és 1, és 2, és 3, és 4, és. Jó, ha ez megvan, jön ugyanez csak a másik oldalra, viszont szintezés nélkül. Azt fogjuk csapatni, hogy ballal kezdjük most, ez az 5, jövök le, és innentől kezdve az összes lépés, ami lesz majd, nem kell szintezni hozzá, csak és kizárólag fent maradok, és úgy lépkedek, szóval szép. Szóval, bal, és jobb, és bal, jön a jobb, jön a jobb, és ott vagyunk, mert az már a 8. Szóval, ha megvolt a zárás, jövök lent, fent, csináltam, csak kilépem, jó? Mindig fél talpra lépek rá, és picit hozom keresztbe. Oksa, tehát ki, és ki, lépek, lépek, és ez lesz a 8. Szóval, ez az 5, 5, és 6, és 7, és 8. Nézzük ezt a 8-as egybe, szóval jobban kezdtünk, ugye van szintezés az első 4-esnél, utána meg nincs. 5, 6, 7, lassan 1, és 2, és 3, és 4, és 5, és 6, és 7, és 8. Csak ezt még kétszer, picit gyorsulunk közben. 5, 6, 7, 8, és lent, fent, lent, fent, lent, fent, lent, fent, lent, és fent, 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 fent. Szóval, még egy utolsó gondolom a lábakat. 5, 6, 7, és jobb, és bal, és jobb, bal, 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 és jobb, és bal, jobb, jobb. Jóság! Ha ezzel meg vagyunk, vegyük egy kis levegőt, gyakoroljuk át nagyon lassan, még egyszer aztán mentünk is tovább. Szóval 6, 7, 8, és jobb, és bal, és jobb, bal, 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 és jobb, és bal, jobb, jobb. Lehet valamit rosszul mondtam, ki tudja, szóval beálltunk 8-ba, ezután a hangkedben úgymond a könnyebbi fajtája az az, hogy 8-ra kiléptem jobban, és egyre zárok be jobb lábammal bal mellé, úgy, hogy egyszer hozom ki oldalra a sarka. Egy. Ez lesz az egy. Jó, az a könnyebbi fajtája, hogy itt a 8, és itt az egy. Kicsit kitolom majd a csípőt is, itt ezt fogjuk csapatni majd.
jövünk sarokból, meg picit visszük rá a csípőt is. Egy fokkal nehezebbik fajtája viszont az lenne, hogy kiléptem jobban 8-nak, csinálok egy olyat mindkét sarkommal balra, hogy 8, és az 1. Jó, tehát a könnyen 8 és 1. A nehezebb pedig 8 és az 1. Jó, tehát 8-ra kiléptem a nehezebbnél, kezdek balra, kicsit jön be a jobb lám, visszajövök jobbra, és utána zárom be és hozom az egészet egyre balra. Jó? Tegyük fel, most a könnyebbikkel gyakoroljuk, ha pedig nehezebben is megy, akkor csapas dúzik, az is teljesen jó. Szóval ez volt a 8. Jön ki a sarkam, zárom be, itt kezekkel ugyanúgy freestyle-on úgymond, ott helyezd el, ahol csak kényelmes. Szóval jövök 1, és 2, és 3, és 4, és 5. Oksa? Ezeken az ütemeken keresztül csak ezt fogjuk csinálni, 5-re végzünk majd balra, és mindjárt mondom tovább, annyi a lényeg, hogy nyugodtan használd a testet olyan szempontból is, hogy lehet, hogy adott, hogy mindkét sarkan megy oldalra, ez az egyik. A második, hogy próbálj meg picit bouncingolni rá, oksa? Hogyha ugrálsz, közben sokkal könnyebb a testsúlyt áthelyezni, vagy csak szinten áthozni a sarkon. Jó, a harmadik. Picit a csípőt is vidd rá, hogyha jobban rátolod, lehet, hogy könnyebb kivinni majd a sarkon. Oksa? A negyedik viszont az, hogy testem az is jó, hogy bent vagy, mint ahogy kézzel például csinálod hozzá, hogy nyit, zár, nyit, zár, nyit, zár, nyit, zár. Oksa, ami csak eszedbe jut, vagy használhatod úgy is, miközben a láb az fix, jövök, fent, le, fent, le, fent, le. Jó, ahogy kényelmes ezt te tudod. Szóval, megvoltunk 8, ez lesz az 1 és 2 és 3 és 4 és 5. Kijöttem 5-nél balra van mindkét sarkam, utána átjövök fél talpal, tehát a sarkam marad lent, és a fél talpamat hozom fel, paf! Jó, csak az alsó testemet hozom át, vagy mi? Jön a sarkam, és utána jön csak a láb, és utána rájövök felső testem, és paf! Oksa, kb. Sréhen. Jó, tehát megvoltunk 5 és 6. Külön csak ez. 6, 7 és 5 és 6. Jó, tehát sarkam, fél tart és vár. Úgymond felső test. 5, 6, 7 és 5 és 6. Jó. Picikét még veszünk hozzá, és meg is van a 7-8-at, tehát 5 és 6, itt, és 7, és. Itt a zenében majd hallani fogod, lesz 3 basszus, ami csak is kizárólag a mellkassal fogunk lefogni, pam, pam, pam. Oksa? Tehát kintre fogunk ütni 3-at, viszonylag nagyot, kint megütöm, pam, és már jön is vissza. Jó? Tehát ez az 5, és 6, és 7, és. Gyakoroljuk egyben csak ezt, utána már csak annyi lesz, 5, és 6, és 7, és 8-ra pedig 8, ugrunk fel, és a kövi 8-asnál majd nézzük, hogy mi lesz a kövi. De egyelőre csak 5-től gyakoroljuk csak ezt a részt, gyere, párszor nézzük. Eleinte lassan, figyelj, 5-től, 2, 3, 4, és 5, és 6, és 7, és 8. És elkülök egy kicsit. Még egyszer, vagy kétszer. Figyelj, 2, 3, 4, és 5, és 6, és 7, és 8. Még egy, 2, 3, 4, és 5, és 6, és 7, és 8. Jóság, 2-8-as már meg is van. Nézzük meg egyben, lassan, gyorsabban, aztán mehetünk zenére. Simon, szóval jobban kezdtünk, lassan 6, 7, és jó, és 2, és 3, és 4, és 5, 6.
6, 7, 8, és az 1, és 2, és 3, és 4, és 5, és 6, és 7, és 8. Jó, picivel gyorsabban. 5, 6, 5, 6, 7, és jobb, bal, jobb, bal, 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 jobb, bal, jobb, jobb, kint és kint. Há, négy, sarkam jön, bak, 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 kés. Jó. Remélem megvan, nagyjából készítjük a zenére. Hey, yo, come on, from the chili zip, pass it out. Make it quick, on the trip, for your last second. Jó, ennél a 8-asnál nagyjából mi lesz még
hátra lejövök, csak amennyire csak tudsz, jövök, felhúzom a kezem, és 6 után, ahogy lejöttél 6-ra, úgyhogy 7-re érünk fel, egyből elkezdem azt csinálni, egyenesre jövök fel vissza, de úgy, hogy hozom a sarkra, féltart sarkra. Jó? Tehát a 6. és a 7. ütem között van 3 lábunk, 6 és a 7. Csak ennyit gyakoroljuk, a kéz az annyira nem fontos, de mi ennyit fog csinálni, lejövünk 6 és a 7. Csak szépen felhozom, és utána hozom le. Úgy, hogy a kéz fejem vezet majd. 6 és a 7. Ennyit gyakoroljuk, ugye az 5 és az meg volt már. Itt vagyok tervezve, csak ezt nézzük. Ügyi, 2, 3, 4, 5, 6 és a 7. Csak ennyit, figyelj. 3, 4, 5, 6 és a 7. Figyelj. 4, 5, 6 és a 7. 4, 5, 6 és a 7. 4, 5, lett, jön a fel. Oksán, szóval, ha megvagyunk 7-re, feljöttünk 6 és a 7. Ezután, pici hatásszünet megint, és 8 és a. Jó, kövi 8, és mindjárt veszünk tovább. Annyi a lényeg, hogy feljöttél 7-re, hatásszünet, és utána 8, jobb ököllel ütök egyet, jó, itt körzés lesz egy picit kifelé, viszont jobbal kezdek, aztán bal, aztán jobb. Egy nagyon picit pedig felsőtestel is, jövök majd hajlok rá. Szóval ez a 7 és 8 és az. Nézzük ennyit úgy, hogy az 5 és is beleveszünk, és utána az, ami előtte van a rész, azt is csapatjuk. Szóval az 5-től nézzük csak, még lassan. 2, 3, 4, 5 és 6 és a 7 és 8 és az. Jó? Memorizáljuk, hogy folyamat számolás, nézzük még ugyanígy párszor. 2, 3, 4, 5 és 6 és a 7 és 8 és az. Jó. Még egyszer ugyanígy aztán, ami előtte van, azt is hozzáveszünk. 2, 3, 4, 5 és 6 és a 7 és 8 és az. Jó, szóval ugrással együtt nézzük, most viszonylag gyorsabban, és ugyanúgy idáig számolt meg minden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 és 6 és a 7 és 8 és az. Ugyanígy még kétszer, figyelj. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jó, most mondom az éseket is, tempó az nagyjából marad, figyelj, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és az. Jó, ha eddig megvan, menjünk is tovább. Ugye, voltunk itt 8 és az. Ahogy megvolt megint a jobb kéz, 8 és a, egyre hozom ki oldalra mindkét sarka, és csinálok egyet. Jó, tehát le, jövök, csinál egyeneset vissza. Jó, picit hátra lövök, picit a csípőmet is tovább előre, ugye a kettőt egyszerre. Oksa, jön. Csinálj, csak kihozom a sarkon, és hátra ütöm mindkét kezem, nagyjából sérül. Oksa, szóval 8 és az, 1 és 2, utána lesz két picike hang a zenében, amire csak annyi lesz, majd kilépünk, bal jobb, és érkezünk egyet, jó? Az úgy lesz számolásban, hogy 8 és az, 1 és 2, és a 3. Oksa, szóval, ugyanúgy csak ez, figyelj, 5, lassan, 6, 7, 8 és az 1, és 2-re érkezett vissza, és 3, és valahogy így,
Szóval 5, 6, 7, 8 és az 1 és 2 és a hát és. Jó? És a hát és. Picit nehéz számolásra, de szerintem simán menni fog, csak leszámolni nehezebb azért. Szóval, ha megoldunk ezzel, kettőre érkezett vissza, kettő és le. Egy picit kilépek balra, jó, mint hogyha meleg lenne ott a talaj, túl forró, nem tudnál rálépni, és lesz kettő gyors. Először a balra, aztán a jobba, tehát ugrok fel, emelem a bal térdemet, érkezett vissza. Csak, szóval, nézzük ugyanúgy innen. 6, lassan 7, 8 és az 1 és 2 és a 3. Oksa? Kb. 3 vagy 3 és-re fogunk leérkezni vissza balra, aztán, ami tuti, 4-re rúgok ki majd jobbában. Oksa? Jön a kezem, hozom keresztbe, tehát kirúgtam jobbában, kint van a bal kéz, a bal kezemet kb. Jobbához hozom, jobb lábamat pedig hozom a balhoz keresztbe. Jó? Kiüt, vissza, rugok, és a rugás mellett taf, és át fogom cserélni. Tehát kirúgtam jobban, jön vissza, kirúgok megint, rug, és utána jobbra érkezem, és egyből hozom a bal lábam, kirúgok itt is, és utána lesz pár pattanás, nem olyan, hanem olyan jellemű pattanás, pattogás, hogy innen átjöttem rugok, és jön, jön, jön. Opsa. Szóval, mit is akartam innen, meg volt a kint, ez a kettő, és hát, és ez a négy, és öt, és hat, és hét, és nyolc. Jó? Nyolcra érkezünk vissza jobb lábbal előre. Magadnak válasz ki nyugodtan, hogy ugye ez biztos, hogy 4 és 5 és 6. Utána, hogy egyből átugrasz a jobb a bal lábadra, és 7 és 8. És 8-ra teszed ki a jobbat, vagy kirúgtam balban, még maradok a jobb lábamon, ez a 6 és 7 és 8. Vagy mondjuk 6 és 7 és 8. Jó, még van pár kombináció, magadnak válasz ki nyugodtan, amelyik jobban tetszik, vagy kényelmesebb csapasd az, hogy nyugodtan opság. Szóval, nézzük innen, még lassan 6, 7, 8 és az 1, 2 és a H és 4 és 5 és 6 és 7 és 8. Oksa, hittem, hogy 8 láb belállunk jobb lábbal a végébe, csak ennyi lesz, jön, 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 paf! És kedved szerint használj valamilyen jellegű forgás, oksa, balvár felé, úgyhogy a jobb lábbalon fordulj majd. Azt nem szabad meg, pontosan a lényeg, hogy ahogy a zenében is elvéve majd ez a plusz kis hang, ami ott van a végén, azt nyugodtan használj ki, és akkor csapassáljunk minél több forgást. Jó? Opsa, még egyszer innen. 5, 6, 7, 8 és az 1, és 2, és a H, és 4, és 5, és 6, és 7, és 8. És a forgás. Jó. Oké, nézzük az ugrásból párszor, azt meheti zenére, kapásból. Figyelj, kb. 2-3-szor még simán. Ugrással együtt 5, 6, még lassan 7, 8 és 1, és 2, és 3, és 4, és 5, és 6, és a 7, és 8, és az 1, és 2, és a 3, és 4, és 5, és 6, és 7, és 8, és fordul. Még kétszer, picit tempózunk bele, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 és 4, 5 és 6 és a 7,
8 és az 1 és 2 és a 3 és 4 5 és 6 és 7 és 8. Sút! Jó! Ucsó! Csóka-csóka, ucsóka! Figyelj! 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 és 4, 5 és 6 és a 7, 8 és az 1. Lele! És kint, és kint, és 6, és 7, és 8. Fordulú! Jó! Hát ezen is megvoltunk, gyaksízzunk picit. Viszont még megy zenére. Hajrá! Szóval remélem minél többen használjátok a vidiket és tanultok otthon, táncoltok, gyakoroltok, hogyha akármilyen vidit is felvennétek arról, hogy megy a tánc, vagy mennyire élvezitek, vagy mennyire szeretitek eltáncolni, nyugodtan küldjétek el nekünk az MD-be, vidibe, sőt, még örülnénk is neki. Oksan? Akármikor van kedvetek, írjatok nekünk, hogy hogy érzitek magatokat, mivel töltitek a szabadidőtöket, mire használjátok igazából, kíváncsiak vagyunk rá, és hiányoztok. Jó, szóval remélem minél hamarabb talik, addig viszont puszilok mindenkit, és lehetek jók. Sziasztok!